színes, gazdag, tartalmas nap várta a történelem, helytörténet, honismeret elkötelezett kedvelőit. A megyei találkozón díjazták a kiemelkedő munkát. A vendéglátótelepülés, azaz Tengelic nevében Kajsza Béla alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kihangsúlyozta, hogy vigyék az örökségére, értékeire joggal büszke Tengelic jó hírét szerte az országban. Az Országos Szövetség nagyobb díjakat ad a tagságnak, ezeket pályázat útján tudjuk elnyerni, és nagyon nagy örömünkre az Országos Szövetség legnagyobb díját, a Bél Mátyás díjat dr. Szőcs Zoltán kapta ebben az évben. Ő már az 50. Országos Honismereti Akadémián átvehette a díját a parlamentben. Ezen kívül 6 emléklapost tüntet ki a szövetség. Bél Mátyás emlékplakettet vehetett át Szőcs Zoltán, a Bonyhádon élő tanár, történész, geográfus, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja. Mint mondja, ez az elismerés számára a Honismereti Szövetség Kossuth díjának a megfelelője. Szeretném megköszönni a Tolna megyei Egyaranta Honismereti Egyesület tagságának és vezetőségének azt a megtiszteltetést, hogy a Bél Mátyás díjat átvehettem. Ez nagyon megtisztelő, hiszen a megyében én vagyok a 6., aki ezt a díjat megkapta, és azért is megtisztelő, mert Bonyhádon dr. Kolta László tanár úr, a korábbi honismereti szakköri vezető volt az, aki ezt megkapta. A kitüntetettek száma a megyei találkozón tovább gyarapodott, miután további 6 tag lehetett tulajdonosa az Országos Honismereti Szövetség emléklapjának. Köztük Gruber László, a Bonyhádi Gimnázium földrajz történelem szakos tanára. Igazság szerint engem általában úgy ismernek az emberek, hogy nem annyira honomat ismerem, vagy a közvetlen környezetemet, hogy egy kicsit kielemezzem a szót, hanem inkább mint utazó ember, aki a világ minden táján előfordul. Nagyon nagy megtiszteltetés, és ezt nem csak udvariasságból mondom, szerintem az egy nagy dolog, ha az embert a szűkebb környezetében ismerik el, és külön köszönetet szeretnék mondani dr. Gesztes Jenikőnek, és természetesen az egész elnökségnek, illetve a felterjesztőknek. Mint említette, Tengelicre már szinte hazajár, mivel egy-egy távoli ország felfedezése után gyakran érkezik a településre előadásokat tartani és megosztani a helyiekkel ezen utazásait. Ezért is közel áll a szívéhez, hogy a díjátadóra itt került sor. Az esemény izgalmas előadásokkal folytatódott, melyet régi, helyi nemesi családok leszármazottjai tartottak, majd végezetül a díjazottak és az egyesület tagjai megtekintették a község helytörténeti nevezetességeit, mintegy a program lezárásaként.